Sziasztok, japán specialisták! A mai adásban elköszönünk a természet fölötti lényektől, és visszatérünk a valós japán talajra, bepillantunk japán világörökségi helyszíneibe. A mai adásban reményeim szerint ismét eléggé sok kép lesz, úgyhogy dőljetek hátra és élvezzétek japán gyönyörűséges tájait, viszont mielőtt még belevágunk a világörökségek listájába, következzen a heti sokkoló! Most nem csak egy hírt hoztam nektek, hanem egy egész hírcsokrot, ugyanis tobzódtunk a héten az érdekes hírekben. Van egy rossz is, ezzel kezdem, hogy aztán fürdőzhessünk a jó hírekben. Tehát a rossz hír, február 21-én este 9:30 körül csütörtökön Hokkaido Atsumacho nevű városában, ez Ibiri régióban van, Sapporótól délre, tehát Atsumachóban 5,8 erőségű földrengés volt, de szerencsére nincsenek súlyos sérültek, egyébként itt volt szeptemberben is egy nagy földrengés, ami még nem is volt akkora nagy baj, hát mondjuk így pár napra áram nélkül maradt egész Hokkaido, tehát ez is elég nagy baj, de utána olyan földcsúszamlások voltak, amelyek több mint 40 halálos áldozatot követeltek, most viszont egyelőre úgy néz ki, hogy rendben van minden. Következzék egy tudományos hír, nem nagyon szokott ilyen lenni, de ez most még hozzám is eljutott. Február 22-én a Hayabusa 2 nevű űrszonda elérte végre a célpontját, a Ryugu nevű aszteroidát. Hogyha úgy gondoljátok, hogy volt már ilyen hír, akkor tévedtek, én legalábbis azt hittem, hogy ezt már hallottam, de kiderült, hogy amit 2018 júniusában hallottam, az az volt, hogy a Ryugu nevű aszteroidának a közelébe ért, most viszont leszállt, vagy földet ért, vagy leküldött robotokat, nem tudom pontosan, bocsánat, de a lényeg, hogy az űrszonda mintákat fog gyűjteni a területről, ezeket hazaküldi, és a kutatók azt remélik, hogy ezek alapján, a minták alapján jobban megismerhetik majd a naprendszer kialakulását, fejlődését és evolúcióját. Még mindig van, mert ez nagyon vicces, és nem bírtam kihagyni, vigyázzatok, hogyha Narába mentek, mert támadnak az őzek. Most derült ki számomra, hogy minden évben csinálnak egy riportot, vagy statisztikát, hogy hány baleset történt a narai őzek miatt. Ebben az évben 200 baleset történt, vagy 200 sérülés, és azért vigyázzatok különösen, mert az őzek úgy látszik, hogy nem bírják a külföldieket, a sérülések 80%-át külföldiek szenvedték el. A legjobb hírt pedig a végére hagytam, nem teljesen Japánhoz kötődik, hozzátok is kötődik, ugyanis a Nestlé elkezdi gyártani Európában a zöldteás kitkettet, úgyhogy ti is vehettek majd zöld kitkettet. Ez mindenkinek jó hír szerintem a Japánban élőkön kívül, illetve a Japánban látogatókon kívül, akiknek ezt tette ki a Japánból hazavitt szuvenírek 90%-át, úgyhogy át kell váltanom valami másra, viszont amit mi jobban tudunk majd, akik itt vagyunk, vagy akik ide látogatunk, hogy mi biztos, hogy japán matchás kitkettet fogunk nektek hazavinni, ugyanis a Nestlé Japán vagy Kínából, Japánból vagy Kínából exportált zöld teával, matchával fog dolgozni. Hát itt azért vannak olyanok, hogy kifejezetten Uji matchás, meg Kyotoi matchás kitkett, úgyhogy még mindig tudok versenyezni. Végezetül pedig egy programajánló, ismét lesz Japán Specialista Klub, ne hagyjátok ki, március 23-án szombaton délelőtt 10 órától kezdődik a Circo Geyser moziban, na vajon mi az, hogyha egy moziban van bizony filmvetítés. A film maga pedig a Studio Ghibli, vagyis a Ghibli stúdió animációs film stúdió filmje lesz, animációs filmje lesz, a Kazetachinő, vagyis Széltámad című film. Biztos ismeritek a Ghiblit, Chihiro Szellemországban, Totoro, a vadon királynője, Vándorló palotta, stb. Stb. Szerintem biztos láttátok, a régebbiek még a Duna TV-n is mentek, magyar szinkronnal, remekek egyébként. Viszont most nem csak annyi lesz a program, hogy megnézhetek egy filmet és kész hazamentek, hanem ott lesz Farkas György, megnézi veletek a filmet, és utána lehet vele beszélgetni. Ő pedig nem más, mint a Károli Gáspár Református Egyetemi Japán Tanszékének megbízott oktatója, és a Filmszemle című
filmes folyóiratnak a főszerkesztője, filmkritikus, tehát ő fog nektek mesélni a filmről, beavatni bennetek a Ghibli filmek szimbolikájába, és hát más ilyen japán kulturális vonatkozásba is, úgyhogy elég érdemes lesz elmenni, tehát lesz a film, lesz a beszélgetés, plusz még egy játékban is részetek lehet, hogyha elmentek, nagyon kell hozzáfigyelni a filmre, úgyhogy menjetek el, legyetek résen és hajrá! Most viszont lássuk Japán világörökségeinek a listáját, amiből egészen pontosan 22 van, 4 természeti és 18 kulturális világörökség. Ebből a 18 kulturális világörökségből pedig a felét, tehát 9-et megtekinthettek, hogyha részt vesztek a japán specialista utazási iroda Sekai Isan nevű idegenvezetős nagykörutazásán. Ez május 27-től június 8-áig lesz, április 27-ig lehet jelentkezni, berakom a linket, úgyhogy ha részletes program érdekel benneteket, akkor klik, nézzétek meg, de majd mindjárt elmondom, hogy pontosan melyek is azok a helyszínek, amelyekre ellátogat a körutazás. Nem tudom, hogy tudjátok, de a természeti és kulturális világörökségeken kívül létezik még egy kategória, a szellemi kulturális örökségek kategóriája, például olyan dolgokra gondoljatok, mint a táncok, népszokások, dalok, zene egy adott területnek, nyilván a zenei táncai, rengeteg minden ide tartozik, Magyarországnak is vannak ilyenek, például a kékfestés, a busójárás, a solymászat vagy a táncház mozgalom, és Japán ilyen szellemi kulturális örökségekből 21-et tudhat magáénak, ezekből is egyébként megérni egy-egy adást csinálni, mert rettentő érdekes dolgokról van szó, például ide tartozik maga a japán kaja, a washoku is, és például a japán papír, a washi-nak a készítése, a hagyománya is, vagy például a kabuki színház, de még rengeteg minden más is. Ma viszont tehát nem ezekről lesz szó, hanem a természeti és kulturális világörökségi helyszínekről. Ezek nagy részén csak át fogok sajnos futni, és mutatok róla képet, mert hát így mindegyikkel, minden egyes helyszínen el lehetne tölteni egy vagy akár több adást is. Ma viszont, tehát amint mondtam, csak megnézünk néhány képet, és amely helyszíneket érinti a körutazás, azokról fogok egy kicsit bővebben beszélni. Nem a helyszínek Japánon belül való elhelyezkedése szerint fogok haladni, tehát nem mondjuk északról dél felé, teljes összevisszaságnak fog tűnni, de valójában van mögötte koncepció, a világörökséggé válás dátumának évének alapján raktam sorba a dolgokat, tehát ilyen sorrend lesz, kivéve azokat a helyszíneket, amelyekre ellátogat a körutazás, ezeket ugyanis a végére hagytam, de majd úgy is mondom. A lényeg, hogy következzenek először a természeti világörökségi helyszínek, ebből, mint már mondtam, 4 van, és csak összefoglalóan, hogy miért kiemelkedően, hát valamilyen különleges dolog van itt nyilván, ez vagy a növény, vagy állatvilágban mutatkozik meg, vagy valamilyen különleges ökoszisztémája van a területnek, vagy a kialakulása volt valamiért különleges, ezt nyilván helyszínenként változik, de azért a növény-állatvilág az mindig valamilyen különleges, tehát ezek közül az elsőt 1993-ban fogadták el, az Észak-Japánban található Shirakami-Sanchiról, vagyis Shirakami-hegyvidékről van szó. Szintén ebben az évben, tehát 1993-ban vették fel a listára a Kagoshima megyében található Yakushima nevű szigetet, amely rengeteg zöld burjánzó növényzetéről híres, egy igazi kis dzsungelszerűség, és állítólag a pont ma említett Ghibli filmek közül a Totoro címűnek a hátteréül szolgál, tehát ennek az erdőbeli helyszíneit Yakushimából vehették át. 2005 óta szerepel a listán a Hokkaidón található Shiretoko félsziget, ahová rengeteg turista is érkezik, főképp fényképészek, és főleg a madarakat fényképezni vágyók, de amúgy is rendkívül szép a terület. A Tokióhoz tartozó, de onnan valójában 1000 kilométerre délre található szigetcsoportot, a 30 szigetből álló Ogasawara-guntót, vagyis Ogasawara-szigeteket 2011-ben vették fel a világörökségek listájára, ezt más néven egyébként Bonin-szigeteknek is ismerik.
A kulturális világörökséget képező helyszínek közül az elsők szintén 1993-ban kerültek fel a listára, a legelső között az egyik pedig a Horyu-ji területének buddhista műemlékei voltak. A Horyu-ji egy több épületből álló templom együttes, mely híven megőrizte a kínai buddhista hatásokat, azok ábrázolásmódját, és faépületeit, a 7.-8. századból származó faépületeit a világ legrégebbi faépületeiként tartják számon. Itt most mindjárt egy hatalmasat ugrunk a listán, egészen 2000-ig, ugyanis itt a kettő dátum között rengeteg helyszín van, amelyet megtekinthettek a körutazás során is, de most tehát ugrunk 2000-re, amikor is a Rjúkjúi királyság güszüküjeit és az ehhez kapcsolódó örökségeket, helyszíneket vették fel a listára. Az okinavás adáson, hogyha jól figyeltetek, akkor tudhatjátok, hogy mi ez a güszükű, ha nem figyeltetek, vagy nem emlékeztek, akkor pedig elmondom, hogy ezek a Rjúkjú királyság területén található jellemző kastélyok, várak, fal maradványok, és ezek kerültek fel a világörökség listájára, egészen pontosan azért, mert a 12.-17. Században jellemző épületek voltak, és ezek a maradványok a szociális struktúrának a bizonyítékai, illetve a vallási vonatkozású güszökük pedig az ősi vallás emlékeit őrzik. Szintén volt már videó, két videó is Kólyászánról, hogyha nem láttátok, akkor klik, és ebben is elmondtam, hogy nem csak Kólyászán tartozik a világörökséghez, hanem valójában a Kí-hegylánc szent helyei és zarándok útjai kerültek fel 2004-ben a listára, és ezek között ott van Kólyászán is, de amúgy még van több szentély, templom is, illetve maguk ezek a zarándok utak, amelyek összekötik a területet Kiotóval és Narával, tehát maguk a szentélyek, templomok és ezek a zarándok utak is. 2007-ben lett világörökségi helyszín az Iwami Ginzan, vagyis Iwami ezüst bánya és kultúrtája. Ez Shimane megyében található, és egy olyan ezüst bányáról van szó, amelyben a 16. századtól kezdték el kitermelni az ezüstöt, főképp pénzt gyártottak belőle. Viszont ez még nyilván nem lenne annyira jelentős kulturális szempontból, azért jelentős, mert maga a minőségi ezüst és a nagy mennyiségű ezüst termelése fellendítette a japán ipart, fellendítette a kereskedelmet, és ez hozzájárult Japán fejlődéséhez. Jelenleg az ezüstbányavár nem üzemel, egy erdőt találunk a helyén, viszont ez az erdő, illetve az itt található erődök, a szállítási útvonalak, a kikötők és az itt található szent helyek szintén a világörökség részét képezik. 2011 óta bővíti a listát Hiraizumi, a buddhista tiszta földet reprezentáló templomok, kertek és régészeti helyek. Hiraizumi egyébként a 11.-12. Században egy politikai központ volt Észak-Japánban, amely versengett Kiotóval, és itt építettek fel több buddhista templomot, tiszta föld buddhista templomot, amelyeknek gyönyörű kertjei voltak. Maga a tiszta föld buddhizmus Amitabha Buddha köré épül, aki a saját Buddha mezejében, a saját tiszta földjén terjeszti a dharmát, a tanokat, a törvényt, az igazságot. A tiszta földet pedig úgy képzeljétek el, mint egy helyet, ahol teljes nyugalomba lehet vonulni, egy mindent felülmúló, gyönyörűséges birodalom, az ide való belépés pedig megegyezik a megvilágosodással. Ezen a tiszta földön pedig Amitabha Buddha és számos bódhiszattva nyújt további tanításokat a végső megvilágosodásig. Az ide tartozó négy templom és kert, illetve a Kinkeizen nevű szent hegy, amelyen ezek közül a templomok közül három is megtalálható, tehát ezek a templomok és kertek azért jelentősek, mert a tiszta földet igyekeztek megjeleníteni, és így jött létre ekkor a 11.-12. Században az a japán kertépítészet és tájépítészet, amely egyedülálló és még most is nagyon jellemző. A következő két helyszín a 19.-20. Században iparosodásnak induló japán emlékeit őrzi, az egyik a 2014-ben listára kerülő Tomioka Seien manufaktúra és kapcsolódó helyszínei, ez Gunma megyében található,
és azért jelentős, mert a nyers sejem előállításának központja volt, segítette Japán iparosodását és modernizációját. A másik világörökség valójában 23 helyszín Délnyugat-Japánban, amelyeket a következő néven vettek fel a listára 2015-ben, a Meiji korszak ipari forradalmának helyszínei, vas és acél, hajógyártás és szénbányászat, egy nem túl szép, de hát eléggé fontos téma, ugye? A 19.-20. században épült gyárakról, üzemekről van szó főleg, és azért jelentősek, mert azt mutatják, vagy azt jelképezik, ahogyan Japán átvette a nyugati technológiát, és azt átvitte, hát a saját tudásának megfelelően alkalmazta és továbbfejlesztette, és ennek őrzi az emlékét. Egy 2016-os világörökségnek valójában csak egyetlen helyszíne, egyetlen épülete található Japánban, ez nagyon furcsán és titokzatosan hangzik, de arról van szó, hogy a listára Le Corbusier munkásságát és hozzájárulását a modern mozgalomhoz vették fel, összesen 17 épületet szerte a világban, Svájcban, Franciaországban, Indiában, Németországban, Belgiumban, és egy épület található Japánban is, Tokióban, az Ueno Park mellett, hogyha jártok, ott találhatjátok meg a Nyugati Művészetek Nemzeti Múzeumát, amelyet a svájci-francia építész Le Corbusier tervezett. 2017-ben egy nagyon érdekes helyszín került fel a világörökségek listájára, Okinoshima Szent szigete és Minakata régió kapcsolódó helyszínei. Minakata egy város Fukuoka megyében, Kyushun, és valójában ez a sziget Okinoshima is Minakatához tartozik, és hát egy szent szigetről van szó, mint már mondtam. Minakatában található három Shinto szentély, és ezek egyike itt van Okinoshimán. Ezekben a szentélyekben Amaterasu napistennő három leszármazottját, három lányát, három istenséget tiszteltek főként, és ezek közül, a szentélyek közül az egyik található Okinoshimán. Azért szent a sziget, mert nem szabad rá belépni, konkrétan egyetlen egy ember lakik ott, a Shinto szerzetes, és állítólag az évszázadok során összesen 200 ember fordult meg itt, ez a 200 ember pedig mind férfi, nőknek tilos volt a bemenet, és most is tilos a bemenet, ez a 200 ember is csak egy rituális tengeri fürdőzés után léphetett be a szigetre. Azért jelentős egyébként a terület, mert a 4.-9. század között őrzi a Shinto vallásnak az emlékeit, az itt található régészeti helyszínek ugyanis szinte érintetlenül maradtak. Azért jelentős még a hely, mert a szigeten fogadalmi tárgyakat helyeztek el, a szigetnek több pontján rengeteg ilyen kincsről beszélhetünk, ezek sokszor kézműves remekek, kézműves alkotások, amelyeket külföldről hoztak be, ezért bizonyítékai a Koreával és más dél-kelet-ázsiai országokkal való kereskedelemnek. A legfrissebb világörökségi helyszínt 2018-ban vették fel a listára, és annyira friss, hogy még itt a japán specialistában is szerepelt a heti sokkolóban. Na, ki emlékszik, lehetne indítani egy játékot, de inkább elárulom. Ez a Nagasaki térségének rejtett keresztény helyszínei, összesen 12 helyszín, Nagasaki és Kumamoto megyében, templomok, váromok és falvak, ahol a kereszténység 17.-19. századi üldözése és betiltása ellenére is titokban folytattak vallásgyakorlatot, és ezzel megőrizték az emberek a kultúrájukat, mert több cikkben is megkérdőjelezték, hogy ezt a helyszínt tényleg fel lehet-e venni a világörökségek közé, vagyis, hogy ez az örökség valóban az itt élők saját öröksége volt-e. Most pedig következzék a 9 kimaradt helyszín, ahová mind ellátogathatok a japán specialista utazási iroda Sekai Isan nevű körutazásával. Rögtön az elején mondtam nektek, hogy 1993 után ugrunk egyet 2000-re, és egy kimaradt helyszín szintén 1993-ban került fel a listára, ez pedig nem más, mint a Himeji-jo, a Himeji várkastély, amit szerintem már ti is ismertek, vagy legalábbis láttátok képen. A kastélyt egyébként nem olyan régen újították fel, úgyhogy ismét gyönyörű, szép fehér, de nem ezért került fel a listára, hanem azért, mert a 17. századi japán kastély építészetnek egy kiemelkedő példája,
és hát nagyon fejlett védelmi rendszert építettek itt ki, és ötvözték a funkcionalitást az esztétikával, ezért lett világörökségi helyszín, mi csak ebből annyit érzékelünk, hogy gyönyörű szép kívülről és belülről is. 94 óta képezik a világörökség részét az ősi Kyoto történelmi műemlékei. Összesen valójában 17 épületről és helyszínről beszélünk, amelyek nem csak Kyotóban találhatók, hanem a hozzá eléggé közel lévő Ujiban és Ōtsu városában is. Kyotót egyébként azért vették fel a listára, mert a 8. században épült kínai mintára, és innentől kezdve egészen, hát a 19. századig azért kisebb megszakításokkal, de Japán császári fővárosa volt, és rengeteg gyönyörű épület maradt fenn, amin figyelemmel lehet kísérni a fa építészet fejlődését, amely aztán az egész világra hatással volt. Eközül a 17 helyszín közül ti a körutazás során ellátogathattok Ujiba például, a Byodo-i nevű nagyon híres templomba, aminek a Főnix csarnokát már lehet, hogy láttátok képeken, egyrészt gyönyörű, másrészt nagyon fontos Amitába Buddha ábrázolásokat találhattok itt. A kiotói helyszínek közül pedig ellátogathattok a főkép cseresznyefa virágzáskor és őszi levélhulláskor felkapott Kiyomizu Derába, egy 8. században alapított templomba, a tiszta víz templomába. A 12. században eredetileg nyaralóként épült, majd 14. században templomá alakított aranypavilonba, vagyis Kinkakujiba, amely mára már Kyoto, illetve Japán jelképévé vált. Valamint a Nijō kastélyba, amely Kyoto császári palotájaként szolgált a 17. századtól a 20. század elejéig. Újabban egyre több külföldi és egyre több magyar is ismeri már Shirakawa-gót, egy hagyományos japán falut. Ez 1995-ben került fel a világörökségi helyszínek listájára, egészen pontosan Shirakawa-gó és Kokhayama történelmi falvak néven. Két faluról van szó, Shirakawa-gó Gunma megyében, Gokhayama pedig Toyama megyében található, és a jellegzetes házépítészetükről híresek, főképp a Gassho-dzukuriről, a tetőszerkezetükről, azokról a tetőkről, amelyek imádkozó kezeket hivatottak ábrázolni. A Hiroshima Békeemlékpark és a Genbaku Dome, vagyis Atombomba Dome a japánok számára azt a fájdalmat és azt a hatalmas rombolást fejezi ki, amely 45-ben a II. Világháború végén az atombomba támadás során érte Japánt. De nem csak ezt a fájdalmat és rombolást, hanem magát, az újjáépítést és az újjászületést is jelenti a japánoknak, tehát a talpraállást is szimbolizálja, és éppen ezért került fel 1996-ban a világörökségek listájára. Szintén ebben az évben vált világörökségi helyszínné az Itsukushima Jinja, vagy Itsukushima szentély, lehet, hogy úgy már hallottatok róla, hogy lebegő szentély, ez Miyajima szigetén található, közel Hiroshimához, és egyrészt nekem az egyik kedvenc helyem Japánban, nyilván nem ezért lett világörökségi helyszín, hanem azért, mert valamikor már a 6. században is volt errefelé egy szentély, a mai épület a 19. században épülhetett, és azért vált világörökségi helyszínné, mert az épületek harmonikus elrendezése remek művészeti és műszaki képességről ad tanúbizonyságot, illetve a szentély a természet és az emberi kreativitást is ügyesen ötvözi a hegyek és a tenger közötti színek és formák kontrasztjára építve. Az ősi Nara történelmi műemlékei 1998-ban váltak a kulturális világörökség részévé. Nara volt Japán fővárosa 710 és 784 között, virágzott a kultúra, rengeteg buddhista templom és Shinto szentély épült ebben a korszakban, ezért válhatott a világörökség részévé, a körutazás során pedig ellátogathattok a Tōdaiji nevű templomba, ahol a világ legnagyobb bronzszobraként számon tartott nagy Buddhával is találkozhattok. Elmehettek a Kasuga tájsába, ami pedig a rengeteg kő és bronzlámpásáról híres. Illetve megharaptathatjátok magatokat a Nara Koen, a Nara Park őzeivel, ugyanis ez a park is a világörökség helyszínei között szerepel.
Nikkóba a körutazás során ugyancsak fakultatív program keretében látogathattok el, de szerintem ezt se hagyjátok ki, ugyanis 1999 óta Nikkó szentélyei és templomai is szerepelnek a világörökségi helyszínek között. Összesen 103 épületről beszélünk, ebben nem fogtok mind elmenni. Egyrészt ez a 103 épület valójában kettő szentélyhez, a Phtarasan Jinjához és a Tósogűhoz, valamint egy buddhista templomhoz, a Rinnonjihoz tartozik. Ti a Tósogúba látogathattok el, abba a szentélybe, amelyet Tokugawa Ieyasu shogun tiszteletére építettek 1617-ben, és amelyről lehet, hogy már láttatok képeket is, ugyanis nagyon híres az őszi levél pirosodásról is, illetve a nem lát, nem hal, nem beszél majmokat is megtekinthetitek itt. Egyetlen egy helyszín maradt ki, ami nem meglepően Japán legnagyobb szimbóluma, igen, a Fuji-san, a Fuji-hegy. Ez viszont nem mint természeti világörökség szerepel a listán, hanem mint kulturális világörökség. Ez eléggé furcsa is lehet, de hogyha belegondoltok, hogy szent helyként tisztelik a japánok, és hogy mennyi műalkodásnak adott ihletet, akkor nem is annyira furcsa, és valójában ezen a néven, ezen a címen került fel a listára, Fuji-san szent helyek és a művészetek forrása, művészeti inspirációk forrása 2013 óta a világörökség része. Összesen 25 helyszínről beszélünk, amelyeknek egyike nyilván maga a Fuji-hegy, tehát van még 24 másik, amelyek az ezen a területen lévő szentélyek, tavak, erdők, de még vendégházak is. A körutazás során sajnos nem mászhatok fel a Fuji-ra, ugyanis ez csak júliusban és augusztusban lehetséges, viszont valami sokkal jobb élményben lehet részetek, úgy láthatjátok a Fuji-t, ahogy a művészek, a költők, festők és fametszet készítők is láthatták mindig, ráadásul egy egészen különleges helyről, a Csürej-tó pagodából, ahonnan a legszebb kilátás nyílik a hegyre. Ennyi volt már a japán specialista, remélem, hogy kedvet kaptatok japán világörökségi helyszíneinek bejárásához, részletekért kattintsatok a videó leírásában szereplő linkre. Ha pedig tetszett az adás, kövessétek a csatornát, valamint a japán specialista utazási irodát az interneten, a Facebookon és az Instagramon is. Dzsámata ne!